Örülünk annak, hogy ilyen módon is tudunk segíteni, nem csak úgy, hogy az élményeket juttatjuk el a kórházba. És van egy Xbox akciónk is, ez szintén a Play-nek és a Max-nek köszönhető, hogy ilyen csodálatos, állványos Xboxokat adományozott rajtuk keresztül a kórházaknak, amit idén, meg jövőre, meg amíg el nem fogy, az a feladatunk, hogy ezt eljuttassuk. Már a Bokiban, a kardiológiai intézetben van egy ilyen Xbox, amivel játszottak a gyerekek, és az orvosok, ez nagyon fontos dolog. Ez a János kórházban, és van egy, amiről nincs kép, az a Demeter ház, Demeter alapítvány részére eljuttatott Xbox. És ez is nagyon fontos dolog, mert hogy minél több lehetőséget megadjuk ezeknek a gyerekeknek, akik az a kórházban töltik az idejüket arra. Rájössz arra, hogy nagy veszélyben van a világ, és a nyomok egyértelműen arra utalnak, hogy el kell menni a múzeumban. A múzeum bejáratánál egy riadt őzéket tekintetű hölgyeménnyel találkozol, egy kis dilettánsunkat én személyesítek meg, aki szintén azért van itt, mert hát, ide kellett jönnie, a testvérét keresi egyébként, és ő csak azt szeretné megtalálni, hogy hol van a tesó, de hát valami alaszetta, berángatta, és akik kedden reggel fogják élvezni ezt, de hol is vagyunk most, ezt azért elmondom. A Temi Fővárosi Művelődési Házban, Deus Stars kérlek szépen egy olyan esemény, ahol Star Trek, Star Wars és Csillagkapu is teret kap, ez a három együtt, mit szólsz hozzá? Őrület, hogy nem szedik szét egymást az emberek. Lépességben ülnek itt, mindenki úgy el van, hogy teljesen jó az egész. Na de! Ugye a mai témánk az a lézerfegyverek, vagy hát energiafegyverek, hogyha általánosabban próbáljuk megközelíteni. De a skifi irodalomban már jó korán felmerült ez, hogy ne szilárd testekkel lövöldözzenek egymásra a karakterek, hanem valamiféle energia pisztolyokat használjanak. Konkrétan ehhez van nekem itt egy feljegyzésem. A Világok Harca című műben 1897-ben már volt egy olyan, hogy hősugár, heat ray. Valószínűleg ez volt az első említés, ami ilyen energiafegyverre van. Ez bejátsz, akkor már mondjuk ki, hogy H.G. Wells klasszikusáról van szó. Köszönöm szépen. Aztán olyan nagy léptékű méretekben, mint a Föld, végül is azért a gravitáció győz, mert minden más hatás az úgy kiegyenlíti egymást, meg vannak pluszosok is, meg mínuszosok is, hiába sokkal erősebbek, de úgy átlagban az kinullázódik, hogyha van itt 10 a 30. darab részecske, vagy nem tudom mennyiből áll a Föld, kb. Valami ilyesmi lehet, vagy még több. Na és akkor viszont az van, hogy a Földet, tehát a gravitáció tartja egybe, tehát azt kell kiszámolni, hogyha ezt az egészet szét akarjuk robbantani úgy, mint a filmben. Majdnem mondtam volna, hogy hova, de szerencsére jobban megoldottak. Tehát, hogyha szét akarjuk nagyon alaposan robbantani, azért minimum annyi energiát kell vele közölni, mint az egész gravitációs potenciális energiája, ami ott abban a térrészben tárolva van. És biztos abból jött ki ez a szám, amit mondtál. Igen, nem írtam föl direkt számot. De nem írtad föl, de valami 10-22-en zsúl, vagy valami ilyen nagyság. Nagyon nagy. Ez pont az a szám, ami a napnak egy hét alatt kisugárzott teljes energia mennyisége, hogy ezt kéne koncentrálni úgy, hogy az már... ...hogy elfogadtátok a meghívásunkat a rendezvényre, de az ok, amiért itt vagyunk, hogy egy kicsit beszélgessünk a magyar szinkronizálásról. Ugye rögtön egy első kérdésem lenne, hogy hogy alakult ki Magyarországon a szinkron? Mennyire volt jó, tehát itt most nem a hagyományos szinkronról beszélek, ugye kezdetben még mentek az olyan filmek szinkronizálásai, amikor egyetlen egy hangja volt az összes nőszereplőnek, összes férfi szereplőnek. Erre még emlékeztek? Dolgoztatok benne? Azért, hogy alakult ki a magyar szinkron, nem így indult. A magyar szinkronnak olyan története van, hogy 1935-ben voltak az első próbálkozások, és azért akkor elég nagy nevek szinkronizáltak, és nem csak egy-egy hang. De a szinkron igazániból a háború után, 45 után indult meg. Először a Bafilmmal szemben egy villában volt egy kis stúdió,
és aztán pedig az 50-es évek elején, amikor a Pannonia Filmstúdió megépült, majd pedig 63-tól, amikor a televízióban is elkezdődött a színpad. Ezek az egyhangosok, amiről te beszélsz, ez igazából a videózás korszak legelejére tehető, amikor ilyen nagyon kezdetleges egy-egy hang mondta fel ezeket. De a magyar szinkron az így kezdődött. De abban, amiről beszélsz a videó, az is csak egy ilyen marginális része volt, tehát akkor már stabilan szinkronizált filmek voltak a hivatalos médiában, akkor már még csak egy volt, ugye akkor még csak egy magyar televízió volt, de akkor már évtizedek óta minden filmet, ami Magyarországra így bejött hivatalosan. Aztán valóban, amikor a kereskedelmi videók, ugye Vigo, Intervideo és társai jöttek be, akkor lett egy ilyen szűk, nem is volt ez 10 év talán. Mégiscsak az a szőrös készült bele a végső vágásból, úgyhogy most oda-lomának
udvarba, ahonnan a sziklába vágy szobák nyílnak. Egy hotelként is működő troglodita adott otthont az Új remény és a klónok támadása című filmek Lars Farm udvarán felvett egyes belső felvételei.